Az ázsiai márvány poloskáról érdemes tudni, hogy invazív faj hazánkban. Itt nincs természetes ellensége, ezért is tudnak így elszaporodni. Eredetileg Kínából, Tajvanból, Japánból, a koreai félszigetről származik, és onnit hódította meg Európát és Amerikát is. Igazából ez egy növényvédelemben ismert kártevő, ez egy növényi kártevő, a növények nedvességét szivogatja, és igazából a kártétele ott történik, az agráriumban. Nagyon sok növénynek problémát okoz, vagy növénytermelőnek problémát okoz az a kártevő. A szamuráj darázs lenne az az élőlény, ami pusztítani tudná ezeket a kellemetlen vendégeket, csak sajnos még nem érte utol a kártevőket. Ami már megjelent állítólag Európában és hazánkban is, de még nem tudott olyan módon felszaporodni, hogy utolérje a populációt, ami kialakult ezzel a kártevővel kapcsolatosan hazánkban. Igazából házi praktikák ellenük nagyjából, hát a legjobb módszer az, hogy jól záródó nyílászárókat alkalmazunk, szóval az újfajta műanyag nyílászárók azért kívül tartják a lakásunkból, házunkból a jól kivitelezett szúnyogháló. Bár a legtöbb épületben így is akadnak rések, amiken keresztül ügyesen be tudnak jutni a poloskák. Egy nagyon hatékony és viszonylag könnyen alkalmazható eszköz még ellenük a jégspré. Nagyon úgy le lehet fújni, rögtön lefagyasztani, ennek talán az előnye annyi lehet, hogy vegyszermentes egyrészt, másrészt, hogy nincs ideje kifújni a bűzmirigyéből ezt a bűzös anyagot, amivel védekezik ellenünk a támadás ellen, azonnal megfagyassza, és akkor így ki lehet dobni a kukába. Várhatóan a közeljövőben lesznek kifejlesztett csapdák, valamint különböző anyagok, amik pusztítani tudják a bogarakat. De jelenleg még Európa dolgozik azon, hogy meg tudja szüntetni ezt a problémát. Úgy néz ki tehát, hogy a poloskák egy lépéssel előttünk járnak.